Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti TV hírműsorát látják. Százezrek bankszámláját zárolhatják heteken belül. A hétvégén ugyanis még mintegy 2 millió olyan számlatulajdonos volt a pénzügyminisztérium adatai szerint, aki eddig nem kereste fel a bankját vagy biztosítóját, így emiatt június 27-től zárolhatják a számláját, írja a pénzügyminisztérium adataira hivatkozva a Blick. Az adategyeztetésre egy-két évvel ezelőtt hatályba lépett a pénzmosás elleni rendelkezés miatt van szükség, amely szerint a bankoknak teljes körű átvilágítással kell rendelkezniük az ügyfeleikről, így a személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányokról is kell lennie náluk másolatnak, valamint az ügyfeleknek arról is kell nyilatkozniuk, hogy kiemelt közszereplőnek számítanak-e, a vállalati ügyfeleknek pedig a tényleges tulajdonosokról. Az adategyeztetési kötelezettség nem csak a bankszámlával vagy az életbiztosítással rendelkezőket érinti, hanem az egészség- és nyugdíjpénztári tagokat is. Azok, akik 2017. júniusa után nyitottak számlát, megúszták a procedúrát, mert nekik már az új szabályok szerint kellett azonosítaniuk magukat. Akik előtte nyitottak számlát, ott bankonként eltérő lehet az eljárás, mivel egyes bankoknál lemásolták a szükséges dokumentumokat, amikor az ügyfél bement az ügyeit intézni, mondta a Blicknek Trencsán Erika, a Money.hu szakértője, aki tud olyan hitelintézetről, ahol a számlák 30%-a veszélyben van. Jogerős a döntés, hogy a Dunai hajóbaleset meggyanúsított hajós kapitánya 15 millió forint ellenében kiszabadulhat az őrizetből, de Budapestet nem hagyhatja el. Meghozta másodfokú jogerős döntését a Dunai hajóbaleset meggyanúsított hajós kapitánya ügyében a fővárosi törvényszék. Az elsőfokú ítéleten csak annyiban változtattak, hogy az óvadék letétele esetén a kapitány köteles hetente 2-szer nyomozást végző hatóságnál személyesen jelentkezni. A törvényszék felidézte, a férfit vízi közlekedés halálos megszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyeztetésének vétségével gyanúsítja az ügyészség. A Budai Központi Kerületi Bíróság június 1-én egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A bíróság a gyanúsított védője által előterjesztett óvadék megállapítására irányuló indítványt elfogadta, az óvadék összegét pedig 15 millió forintban állapította meg. A döntés értelmében, ha a gyanúsított az óvadékot befizeti, akkor Budapestre kiterjedő bűnügyi felügyelet alá kerül, és a mozgás nyomkövetővel ellenőrzik. Az óvadék lehetőségének megállapítása ellen az ügyészség fellebbezett. A magyar kormány a lakosság széles körű felhatalmazása alapján mindent megtesz, hogy az Európai Unió migrációs politikája megváltozzon, és az európai emberek biztonsága garantálható legyen, közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György fontosnak tartja, hogy a következő EU-s ciklusban minél határozottabb döntések szülessenek a külső határok védelméről, a kibocsátó országok átgondolt támogatásáról, a probléma behozásának megszüntetéséről, és arról is, hogy a politikai menedékjogra nem jogosult embereket minél hatékonyabb eszközökkel lehessen kiutasítani az EU területéről. A nemzetállamok, felismerve az illegális migráció negatív hatásait a közbiztonságra és a lakosság mindennapi életére, védekezni kezdtek, rendőri erőket alkalmaznak, és a belépéskor lehetőséget keresnek a hadsereg bevetésére is, mondta. Polgári Budapest néven mutatta be programját a Magyar Liberális Párt főpolgármester jelöltje. Sermer Ádám élhetőbb, szabadabb várost ígért, mint amilyet szerinte az illiberális állampárti helytartó jelenleg biztosít. Az ellenzéki politikus kifejtette, programja 3 pillérre épül, amelyek közül az első a Nagy Budapest nevet viseli. Ennek lényege, hogy a kerületek egyeztetéseivel kialakítanák Budapest tényleges belvárosát, miközben a külső kerületek a helyi igények alapján átgondolhatnák a közigazgatási határok kiterjesztését az agglomeráció felé, fejtette ki. Hozzátéve ezzel akár nagyobb területűvé és lélekszámúvá is válhatna a főváros. A kormánynak nem fontosak a szociális szektorban dolgozók, a bérük rendezésére ugyanis nincs fedezet a jövő évi költségvetésben, mondta Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője. Az ellenzéki politikus kijelentette, a szektor a csőd szélére került, itt a legnagyobb a pályaelhagyók aránya, valamint az előregedés is leginkább ezt az ágazatot sújtja. A szociális szektornak szinte csak infláció követő növekményt juttat a kormányzat, holott itt még a képesítéssel rendelkezők is gyakran csak a garantált bérminimumot kapják, kifogásolta Ungár Péter. Külpolitikai híreink. Európának tárgyalnia kell Oroszországgal, stratégiai párbeszédet kell folytatnia vele, közölte Emmanuel
Emmanuel Macron francia elnök az RTS svájci közszolgálati tévében. A francia elnök arról is beszélt, hogy támogatná Angela Merkel német kancellár megválasztását az Európai Bizottság elnökévé, amennyiben neki ilyen szándékai lennének. Macron úgy fogalmazott, hogy Európának stratégiai párbeszédet kell folytatnia Oroszországgal, ezért a hét folyamán ismét hosszú és tartalmas egyeztetése lesz Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Hangsúlyozta, hogy nem csak francia államfőként, hanem a G7 országcsoport soros elnökeként akar tárgyalni vele. Európának helyre kell állítania a bizalmat az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokban, és hiba lenne hagyni, hogy Moszkva Kína felé forduljon, hangoztatta Macron. Emlékeztetett arra, hogy Európát és Oroszországot közös történelem köti össze. A három legnagyobb spanyol ellenzéki pártból kettő elutasította Pedro Sánchez szocialista ügyvezető kormányfő újraválasztását a madridi parlamentben lezajlott egyeztetéseken. Pablo Casado, a konzervatív néppárt, és Albert Rivera, az állampolgárok elnöke, a találkozók után külön-külön megismételte, sem igen szavazattal, sem tartózkodással nem járulnak hozzá Sánchez újraválasztásához a parlamenti voksoláson. Sánchez, aki a spanyol szocialista munkáspárt főtitkára, emiatt kénytelen tovább keresni az újraválasztásához még hiányzó szavazatokat. Casado hangsúlyozta, a jelenlegi baloldali ügyvezető kormányfőnek a szavazás második fordulójában, amikor az egyszerű többség elég az eredményességhez, meg lehet a szükséges támogatása a parlament regionális pártjai révén, vagyis a baszk vagy a katalán függetlenségi pártok közreműködése nélkül is. Rivera a PSOE természetes szövetségesének a Podemos populistáit nevezte. Támogatásáról biztosította Albánia és Észak-Macedónia Európai Unió csatlakozási tárgyalásainak mihamarabbi megkezdését Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Hozzátette azonban, hogy több EU tagállam egyelőre ezt ellenzi, így elhúzódhat a folyamat. Kijelentette, hogy noha a két nyugat-balkáni ország az utóbbi években minden előfeltételt teljesített, nem minden uniós tagállam kész már a napokban meghozni a döntést a tárgyalások megindításáról. Mint mondta, a kérdés nem az, hogy erre sor fog-e kerülni, pusztán az, hogy mikor. A térség helye ugyanis az Európai Unióban van. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök felesége, Sára Netanyahu vádalkut írt alá egy feltételezett csalási ügyben, közölte a helyi ügyészi hivatal. A bírósági eljárás tavaly kezdődött. A gyanú szerint a miniszterelnök felesége rendszeresen állami pénzből rendelt ételeket ismert luxus vendéglőkből, figyelmen kívül hagyva a vonatkozó szabályozást. A rendőrség által begyűjtött bizonyítékok alapján Sára Netanyahu eredetileg csalás minősített esetével a hivatali visszaéléssel vádolták. Az ügyészi hivatallal kötött vádalkú értelmében Sára Netanyahu kevésbé súlyos bűncselekmény elkövetését ismeri el, és azért fogják elítélni, mert szándékosan kihasználta egy másik ember hibáját. Emellett vissza kell fizetnie 45 ezer sékelt, azaz mintegy 3,5 millió forintot, valamint 10 ezer sékeles büntetést, nagyjából 780 ezer forintot kell fizetnie. A vonatkozó szabályozás értelmében csak akkor lehet a miniszterelnöki rezidenciára a költségvetés terhére kívülről ételt rendelni, ha nincs szakács. Gazdasági híreink. Az eladások globális csökkenése és az elektromos mobilitásra való átállási kényszer valóságos krízisüzemmódba kényszerítette az autóipart a Duisburg Essen Egyetem CAR Autóipari Kutatóintézetének májusi piaci elemzése szerint. A kutatóintézet prognózisa szerint az idén 5%-kal 79,5 millióra eshet vissza a globális autóértékesítések száma, márpedig az eladások ilyen mértékű csökkenésre még a 2008-as gazdasági és pénzügyi válság után sem volt példa. Ferdinand Dudenhöffer, a CAR intézet vezetője szerint a forgalom visszaesése elsősorban Donald Trump, amerikai elnök védővámokat és szankciókat alkalmazó kereskedelem politikájának tulajdonítható. A legnagyobb kihívás előtt a világ legnagyobb autópiaca Kína áll, ahol az eladások immár a 12. egymást követő hónapban maradnak el az egy évvel korábbitól, mutatott rá az intézet vezetője. Kínában tavaly 23,3 millió autót értékesítettek, a piac az éves globális gyártási volumen 28%-át vette fel. Híreinkről bővebb információt a www.braierpress.com, illetve a hetitv.hu oldalon olvashatnak. Maradjanak velünk, következik az időjárás jelentés.
Hazánkban csütörtökön délelőtt szinte felhő sem lesz az égen, gyorsan melegszik a levegő, csapadék nem lesz. Délután sok napsütésre, igazi kánikulára számíthatunk. Néhol a megnövekvő gomoly felhőkből kialakulhat egy-egy hűsítő zápor, zivatar. A szél napközben élénk déli lesz, hajnalban 17-22 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 29-34 fok között alakul. Késő este 22-29 fok lesz. Csütörtökön nem érkezik front, erősödik a kánikula, fokozódik a hőterhelés. Már az egészséges szervezetet is extrém igénybevétel éri, a szívbetegek és idősek pedig különösen veszélyeztetettek. Többen alvászavarokkal, koncentrálási problémákkal küzdhetnek, emellett gyakori lehet az ingerlékenység is. A legmelegebb órákat ajánlott zárt, hűvös helyen tölteni, fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye. Fontos a folyamatos folyadékpótlás. A légszennyezettség alacsony, alig változik, a porkoncentráció szintén. Köszönöm figyelmüket, legyen szép napjuk, a viszontlátásra!